Szinte alig látszik ki a szemét halom alól egy autó ezeken a szexádon a Patak utcában korábban készült felvételeken. Autógumit, televíziót, számítógép monitort, egykor szebb napokat látott bútorokat, gyerekjátékokat is lehet látni a halomban, ami olyan magas, mint a mellette álló családi ház. Szabó Antal azt mondja, több ilyen szeméthalmot számoltak fel Tolna megyében tavaly egy pályázatnak köszönhetően. Az illegális hulladékhalmok eltüntetése igen sokba kerül, mondja az Aliszka Terra ügyvezető igazgatója. 2019-ben 240 millió forintos pályázati lehetőséggel az önkormányzatok saját területükön az illegális hulladék lerakókat megpróbálták megszüntetni. Egy-egy önkormányzat 3 millió forintos támogatást kaphatott, Szexárd önkormányzata a Patak utcai illegális hulladéklerakó megszüntetésére készült. Ez 270 köbméter illegális lerakott hulladékot jelent, és ez került 3 millió forint bennek be a megszüntetése. A szakember szerint ezek az illegális szeméthalmok azért alakulnak ki, mert az emberek nem tudják, hogy attól ingyen is meg tudnának szabadulni a településen levő hulladékudvarban. Ráadásul azzal sincsenek tisztában, hogy 150 ezer forintos bírság is kiszabható ezért. Ha pedig veszélyes hulladékot rak le valaki, 5 év börtönt is kaphat érte, amennyiben elkapják. Sok esetben tudatlanság. A lakossági hulladékoknak a jelentős részét a hulladékudvarok ingyen átveszik. Tehát valójában. Nem kellene az árok szére kivinni, ugyanolyan erővel, ugyanannyi energiával leszállítható lenne a hulladékudvarba, ahol semmi más nem kell, csak igazolni, hogy rendelkezik hulladék előfizetési jogosultsággal. Televíziónk is többször beszámolt a Tolna megyét elcsúfító hulladékhalmokról, amiknek sokszor nincsen gazdájuk, ezért gyakran évekig nem nyúl hozzájuk senki, és csak nő a szemétkupacok nagysága. Ez nem csak térségünkben okoz problémát, országosan küzdenek ezzel az önkormányzatok. A kormány egy új hatóság létrehozásával és szigorúbb szankciókkal szeretné elejét venni az illegális hulladékhalmok kialakulásának. Július 1 felkutatják és felszámolják az illegális hulladék lerakatokat, amit a hulladék gazdálkodási hatóság végez majd.